Ebben az esztendőben is megrendezte pályaorientációs és honvédelmi programját a Vasvári Pál Általános Iskola. A megnyitón Viza Attila, a városrész önkormányzati képviselője megerősítette, fontos, hogy a diákokat ilyen formában is erősítsék. Ezek a honvédelmi napok egyrészt mondhatjuk úgy, hogy egyfajta pályaorientációs lehetőséget ad a fiataloknak, de ami talán a legfontosabb, hogy megtanítják őket arra a hazafias érzésre, amire szükségünk van, hiszen ők ezt nem érzik, akkor valamit nem jól végzünk, de örömmel jelenthetem, hogy a Vasvári Pál Általános Iskolában ez a munka ez el van végezve, és a gyerekek nagyon kellemesen és jól is töltik a napot. Lackó Gábor az iskola igazgatója köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az intézmény tanulói számára kihívást jelentenek a különböző játékos feladatok megoldásai, amelyek ugyanakkor egy komoly jövőképet is mutatnak számukra. Ez most nem csak honvédelmi nap, hanem pályaorientációs projektnap is, tehát azért ez is régi hagyomány, hogy amikor honvédelmi napot tartunk a tanév végén konkrétan, akkor is azért hívunk mentőst vagy vöröskeresztest, mint ahogy ma egy rendőrjárőrautó is megtisztel minket a legkisebbek nagy örömére. A nap folyamán Székesfehérvár szakképzési intézményei, illetve a Honvédség katonai alakulatainak képviselői foglalkozások formájában 6 állomáson mutatják be képzési palettájukat.